20. alkalommal vonultak utcára a sárga mellényes tüntetők szombaton a francia városokban, nagyobb társadalmi igazságosságot követelve. Jól lehet, az elmúlt hetek erőszakos megmozdulásai miatt a hatóságok a városközpontokban betiltották a gyülekezéseket, Avignonban és Rouenban pedig magát a tüntetést. A rendbontók kiszűrésére Párizsban délutánig több mint 8000 embert igazoltattak, 25 embert előállítottak, 20-at pedig helyszíni bírsággal büntettek, mert a Champs-Élysées sugárút környékén gyülekeztek. Az üzemanyagadó emelése ellen 2018 novemberében létrejött az alsó középosztályt képviselő sárga mellényes mozgalomnak az elmúlt hónapokban több szociális jellegű követelése volt, és az államfő távozását is el akarják érni.